Hello szakma! Ez a Nyíregyházi Szakképzési Centrum képzési kínálatát bemutató tájékoztató füzet címe. A központhoz tartozó szakképző iskolákban és technikumokban már 20 ágazat több mint 60 szakmáját oktatják. Van tehát miből válogatnia a nyolcadikosoknak, 3 héten belül ugyanakkor dönteniük kell, február 22 a határideje a jelentkezés beadásának a szakképzésben. Az általános iskolások azt gondolom, hogy nagyon sok minden közül választhatnak. Akik például a műszaki területet választják, nekik nagyon jó szívvel ajánlom mondjuk a bánkét, ahol specializált gépjárműgyártás, gépészet területén, elektronika területén tanulhatnak, de ugyanígy ajánlhatom az építőipart, az INCD-ben, vagy akár az EVIS-ben, vagy akik villanyszerelők szeretnének lenni, akkor nekik mindenképpen azt ajánlom, hogy a veszélyerényit válasszák, és hát van nagyon sok újdonság is. Az AI-ról köztudott, hogy egészségügyi és szociális ágazatban nagyon népszerű és nagyon színvonalas szakképzést folytat. Most ettől az évtől oktatási ágazatban is elindul a képzés, oktatási szakasszisztensek kerülhetnek majd ki ebből az iskolából, és ezt ajánljuk az általános iskolásoknak is, illetve majd az érettségi utáni képzés során azoknak, akik valami miatt a továbbtanulást mellőzik, és szeretnének egy szakmát szerezni. Másfél évvel ezelőtt pedig okleveles technikusi képzésekkel is bővült a kínálat. A Nyíregyházi Egyetemmel együttműködve 2021-től a Széchenyiben gazdálkodásmenedzsment, a Bánkiban pedig műszaki képzés volt választható. Mára már informatikai és egészségügyi területen is bevonták az egyetemi oktatást, 2023. szeptemberében pedig a vízügyi okleveles technikusi képzést indítják el az EVIS-ben. Nagyon örülünk annak, hogy decemberben aláírtuk az együttműködési megállapodást a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel, és így a Nemzeti Közszolgálati Egyetem vízügyi karának kollégáival kidolgozták az évészesek vagy vásárhelyiben a kollégák azt a közös képzési programot, amely alapján most már a vízügyi technikus, az okleves vízügyi technikus képzés is elindulhat az EVIS-ben. 4 iskolánkban folyik ez az okleves technikus képzés, aminek az a lényege, hogy az egyetemek oktatói és a technikumok oktatói közösen dolgozzák ki azt a képzési programot, amely alapján történik az okleveles technikus képzés, és hát az ide jelentkezők számára pedig nagyon fontos tudni azt, hogy kreditbeszámításról van szó, tehát az egyetem meghatározza, és minden egyetem külön-külön meghatározza, hogy hány kredit, tehát 30-tól lehet, hogy lesz olyan egyetem, ahol 50 kreditet is beszámolnak. Ezt a kredit beszámítással pedig csökkenthető a felsőoktatási tanulmány, tehát ez mindenképpen egy előnyt jelent. A centrum főigazgatója hozzátette, a 2 évvel ezelőtt bevezetett új szakképzési törvény beváltotta a hozzáfűzött reményeket. A képzéseket így valóban a térség munkaerő igényeihez tudják igazítani. A felvételivel és a képzésekkel kapcsolatban a hellószakma.hu weboldalon tájékozódhatnak az érdeklődni vágyók. A Gurbáni Pap Máriával készített teljes beszélgetést pedig szerdán a 35 perc című műsorunkban tekinthetik meg.